Világvilágítő című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! Köszöntöm a kedves podcast követőinket, ez egy értágító, és focival fogunk foglalkozni az elkövetkezendő jó néhány percbe, és ami indokolja ezt a dolgot, az az, hogy befejeződtek a jövő évi Európa-bajnokság selejtezői, mármint abból a szempontból, hogy a csoportmérkőzések lezárultak, és köszöntöm Kis Lóránt kollégámat is itt. Szevasztok! Én amúgy Lenkár Péter vagyok, és a YouTube csatornánkon, de hát ha már halljátok, akkor valószínűleg ott vagytok. Böngészétek nyugodtan a podcast gyűjteményünket, de megtalálhatjátok Spotify-on is, illetve Anchor FM-en, illetve van a rádiónknak egy Facebook oldala és honlapja is, amelyen lehet minket követni, ugyancsak élőben van reggeli adásunk, illetve podcastjeinket a honlapunkon is hallgathatjátok. Na de akkor csapjunk bele, ugyanis elég sok minden történt az elmúlt mennyi, egy év alatt? Vagy néhány napban. Jó, azért nem. Hát végül is most dőltek el nagyon fontos dolgok az utolsó játéknap. Ugyebár az elmúlt csütörtöktől egész ezen a hét keddig folytak a játékok, ugyebár két fordulót is lejátszottak a csapatok, és bár voltak már tisztázott dolgok, már mint voltak olyan országok, amelyek már az utolsó két játéknap előtt tudták, hogy kijutottak az Európa-bajnokságra, de azért volt izgalom. De volt, meg azt is azért el kell mondjuk, hogy ugye 20 hely volt így elsődlegesen kiadó, illetve hát alapból kiadó a jövő évi EB-re, de ugye összesen 24 csapat vehet majd részt a 2020-as Európa-bajnokságon. És akkor a kérdés inkább az volt talán, hogy ki lesz még az a négy csapat majd későbbiekben kijutóként, viszont ezt meg ugye nem tudjuk meg még jelenleg sem, csak majd jövő márciusban fog erre fényderülni. Az a 20 csapat, amelyik viszont ezekben a napokban, vagy már előtte fordulóban kiarcolta, vagy ki tudta harcolni a továbbjutást, mondhatni, hogy talán igazán nagy meglepetések ezek között a csapatok között nem merültek fel, tehát nem mondhatjuk azt, mondjuk egy harmadik, negyedik alapos csapat sorsolás szerint mondjuk megnyerte volna a csoportját, vagy tegyük fel mondjuk talán egy kivételt eltekintve, hogy másodiként végezzen, de ezeket akkor látjuk majd konkrétan. Hát a magyar válogatott pont meg tudta volna ezt csinálni. Meg tudta volna, ha. De most azt hiszem, hogy lelőttem a poént, nem? Hát igen, azért, igen. Úgy gondolom, hogy... Mondjuk, ahogy spoilerezzünk, hogy... ez már nem spoiler. Ez már nem hiszem, hogy ez már spoiler, ugyanis ez teljesen más, mint egy film. Minden esetre, ugyebár eltelt már 3 nap, mióta lezárultak ezek a küzdelmek. Ugye beszéltük azt, hogy picit elbonyolította az UEFA ezt az egész kvalifikációs rendszert, és most nem feltétlenül a csoportküzdelmekre gondolok, hanem a te általad említett pótselejtezőt is. Ugyebár, hát akkor mondjuk el, hogy a magyar csapat oda kényszerült, mármint, hogy pótselejtezőt játszon, de hát azt ne felejtsük el, hogy 4 éve ugyancsak pótselejtező után jutottak ki a 2016-os Európa-bajnokságra, úgyhogy nem kell még szerintem csalódottnak lenni, majd a pótselejtező után adott esetben, de azért igen, nem az egy kicsit bonyolultabb rendszer, mint volt az előző ugye EB-s rejtezőkön, vagy pótselejtezőkön a jelenlegi úgymond EB pótselejtező, tehát ez egy külön faktornak számít szinte. Megpróbálják ezt is kicsit boncolgatni majd, de akkor szerintem előbb nézzük meg, hogy kik azok a csapatok, akik tovább jutottak, illetve akik kijutottak az EB-re már így a selejtező körökön belül, vagy hát kívül? Után. Hát nézzük akkor sorba szerintem a csoportokat, mit szólsz. Így van. A csoport. Jó, hát, vagy kezdjük a... Semmi, hát A csoport, nem? Kezdjük J-vel. Nem.
Jó, rendben, rendben. Tehát az A csoport ugye egy ötös fogat volt, Anglia volt közöttük a kakukktojás olyan szempontból, hogy a többiek azért szláv nyelvterületről érkeztek, ugye Csehország volt, még Koszovó, Bulgária és Montenegro ebben a csoportban. Abszolút mondhatjuk azt, hogy ő nem született semmilyenféle meglepetést, talán mondjuk a bulgároknak a rosszabb teljesítménye volt az, ami inkább ebben a csoportban meglepetés jelentett, de a bulgárok egyébként eléggé mély ponton vannak jelenleg, talán a válogatott szinten volt elég kis botrány is egyébként, még most az ősz folyamán, ugye azt talán tudják a hallgatók, ugye volt ez a rasszista téma angolokkal való meccsen, stb. Így van, és akkor ugye eléggé komoly ilyen belviharok voltak Bulgáriában a foci le is mondott tétében. A szövetségi kapitányok, ugye pontosan. És utána pedig nem igazán sikerült helyre pattintani a csapatot. Ők lettek ugye a negyedikek, ötödik lett Montenegro 3 ponttal, negyedik lett Bulgária 6 ponttal, és Koszovó, ami mondjuk még meglepetés volt talán ilyen szempontból, hiszen 11 pontot szedtek össze. És nekik, ha jól tudom, akkor talán ez volt az összesítésben második bármilyen sejtező... Kvalifikációjuk, igen. Nem kvalifikációjuk, hanem részvételük. Engem azért picit megleptek a bolgárokon kívül a montenegróiak is, mert ugye az elszakadásuk óta azért nem mondom, hogy komoly erőt képviselnek, de azért ennél jobbat talán. Ennél sokkal-sokkal jobbat, és azért tegyük hozzá, hogy a 8 meccsükből egyet sem sikerült megnyerjenek. Ráadásul csak 3 gólt rúgtak. És csak 3 gólt rúgtak, úgyhogy nem tudom, hogy Montenegróban mi történt, de... Na de akkor igen, a két kijutó csapat az nem más, mint a második helyen vizet cseh köztársaság, ugye Csehország, ők 15 pontot gyűjtöttek össze, döntetlen nem is játszottak, tehát őt győzelem van mellettük is 3 vereség. Egyszer viszont sikerült elkapniuk az angolokat, ugye még Prágában 2-re meg tudtak őket verni, és akkor ennyi volt mondjuk a botlásra viszont az angoloknak, a csehekkel, azon kívül pedig hát 7 győzelem, 1 vereség ugye a csehektől, 21 pont és 37 rúgott gól 8 mérkőzésen, és csak 6-ot kaptak. Talán az olaszok rúgtak még hasonló 30 fölötti gólt a végére? Majd meg a belgáknak van azt hiszem a legtöbb rúgott góljuk, de majd egy picit később böngészük majd a statisztikákat. Én úgy emlékszem, hogy a belgák rúgták a legtöbb gól, de ez a 37 gól is magáért beszél, mert amellett, hogy ugye a 8-ból 7-et megnyertek az angolok, elég rendesen odafigyeltek arra, hogy jól kitömjék az ellenfelek hálóját. Ugye hát itt rögtön az első játéknapon egy ötöst vágtak éppen a második helyezett Csehországnak, utána Montenegróba is ötöt rúgtak, otthon a bolgároknak 4-et, utána 5-öt Koszovónak, egyedül a csehek elleni vereségnél volt az, hogy csak egyet sikerült rúgniuk, de utána a bolgároknak 6-ot, aztán 7-et Montenegrónak, 4-et Koszovónak az utolsó játéknapon, úgyhogy igen, picit szokatlan is volt nekem ez a nagyon, nagyon keményen támadó angol csapat, de végül is van, kivel ezt megtegyék. Hát van, meg hát nem hiába lett akkor így az egész sajtező sorozat, akik igazából a gól király Harry Kane 12 találattal. Igen. Úgyhogy igen. Nézzük a B csoportot szerintem. Nézzük, menjünk tovább. Tehát a B csoport az egy megint érdekes csoport volt egyébként, és meglepetés is született ezen az ötös fogaton belül. Ugye a litvánok lettek utolsó helyezettek 1 ponttal, ez mondjuk nem volt meglepő, Luxemburg szerzett 4 pontot, ezzel lett a negyedik helyezett, és akkor úgy már fölfele volt. Tehát valószínűleg, amikor elsőre ránéztünk még a legelején az egész sorozatnak a legelején ránéztünk volna erre a tabellára, azt mondtuk volna, hogy akkor Portugália és talán Szerbia és Ukrajna között dől el majd ott tehát Portugália mondjuk első helyzet, és akkor Ukrajna és Szerbia között dől majd el a második helyezés. Hát ez nem így történt. Igen, nem így történt, sőt, igazából a portugálok izgulhattak jobban a második helyért. Az ukránok mindenképpen óriási meglepetés, és felhívnám a figyelmet arra, hogy a 17 rúgott góluk mellett csak 4-et kaptak, úgyhogy nagyon odafigyeltek a védekezésre az ukránok. Hogy nem is kaptak ki? Tehát... Igen, veretlenül sikerült abszolválni ezt a 8 mérkőzést, és ők is azon hát kevesebb válogatott közé sorolhatják magukat, akik már a záró nap előtt már kint voltak az Európa-bajnokságon.
Pontosan, úgyhogy tehát nekik legyen 20 pontjuk, a végére Portugália 17 ponttal végzett, és ugye a harmadik Szerbia pedig 14 ponttal, lehet ugye a harmadik 17-17-es gólaránya. Igen, erre én is felfigyeltem, hogy azért az, hogy több mint két rugott góljuk van átlagba, azért ugyanannyit kaptak is, és felhívnám ugyancsak a figyelmet arra az ukrán-szerb meccsre, még június 7-éről, amikor egy 5-0-val küldték haza a rácokat az ukránok, ugyebár az azért egy komoly, komoly veresség szerb szempontból. Igen, és másik mondjuk meg egy ilyen érdekességként, hogy volt olyan meccs például még júniusban, amikor Ukrajna hazai pályán csak 1-0-ra győzte le például Luxemburgot, tehát hogy ez is furcsa egyébként. Ilyen, hát igen, ilyen is volt. Igen. Viszont az is 3 pontot ér. Abszolút, tehát ezt már senki nem fogja felemlegetni nekik szerintem, hogy állj bezzeg, akkor júniusban csak 1-0-ra vertük meg Luxemburgot, mert ők kín vannak az Európa bajnokságon, és azért megelőzze Portugáliát 3 ponttal, nem semmi. Igen, és az is érdekesség, hogy portugál színekben, ugyebár Ronaldo itt a selejtező sorozatban szerezte meg pályafutása 700. gólját, ami azért eléggé magáért beszél. Igen, és ha jól emlékszem, akkor talán ő volt a holtversenyben második egyébként a gólövő listán is. Ha jól tudom, akkor talán 11 gólt rugott, vagy lehet, hogy nem, de 11 gólt rugott, igen. És csak a másik, felét annak, amit a portugálok. Igen, a másik illető, akivel ő holtversenyben végzett 11 góllal, az pedig egy izraeli fiatalember lesz, de róla még akkor később szerintem, amikor odaérünk. C csoport. Jó, menjünk a C csoportba, itt is 5 vesznek részt a csoportba, ezt azért emeljük ki, azt azért mondjuk el, mert lesznek olyan csoportok, ahol többen vannak. Szóval a C csoportban Németország, Hollandia, Észak-Írország, Fehér-Oroszország és Észtország küzdött a két továbbjutó helyért. Hát itt is papírforma született, vagy lett a végeredmény, annak ellenére, hogy ha jól emlékszem, még mikor utoljára beszéltünk a selejtezőkről, akkor még az észak-írek vezették a csoportot, vagy legalábbis a második helyen voltak, de ez ugye annak volt köszönhető, hogy a hollandok kevesebb meccset játszottak, és ugye akkor beszéltünk róla, hogy majd a két északírek elleni mérkőzéssel majd helyre billentik a dolgokat, és ez így is történt. Igen, meg még egy másik, ami még pontosítás ilyen szempontból, hogy az sem volt mindegy, sőt, tehát azt mindenképpen tudtuk, hogy utolsó két mérkőzésük az északíreknek a két nagyágyú ellen lesz majd a csoportban. Tehát, igen, igen. Szóval ugye fogadták. Mert hogy ők úgy vezették a csoportot, hogy a németekkel egyszer, hát egyszer a hollandokkal meg egyszer se játszottak. Igen, így van. Tehát aztán jöttek még a nagyágyuk, és akkor ennek meg is lett az eredménye. Bár még november 16-án játszottak egy 0-0-át Hollandiával, de aztán meg ugye 19-én kikaptak 6-1-re Németországban. Úgyhogy itt azért ez már mérvadó volt. És még vezettek ezt azért. És még vezettek, így van, 1-0-ra még vezettek, de aztán jött a német gőzhenger, és földbe döngölte az északíreket. Igen, és így lett ugye kialakulva az első helyezés, ugye Németország 21 ponttal, 7 győzelem, 1 vereség, 37-es gólarány, tehát 30 és 7, illetve Holland ugye a második helyezett lett, 6 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség a mérleg, 24-7-es gólarány. Tehát azért itt is pontoltak a gólok szépen, illetve osztották a gólokat pontosan. Igen, igen, épp számoltam itt átfutva az eredményeket, ugye a németek az utolsó 3 meccsükön rúgtak 13 gólt, úgyhogy az azért kemény. Nem nagyon fogták vissza magukat, sem a németek, sem a hollandok, ha góllövésről van szó, vagy volt szó. Az északíreknek pedig eléggé elrontották a nagyon szép gól különbségüket itt a végére. Pontosan. De akkor, ja, és akkor ott van még ugye Fehér-Oroszország, meg Észtország, akik tökéletesen megfeleltek a pofozógép, illetve a statiszta szerepre. Így van. Annyit még mindenképpen megemlítenék, hogy azért a két nagynak az egymás elleni meccsei is jó meccsek voltak. Igen. Ugye még az első mérkőzésen még Németország idegenben tudta legyőzni Hollandiát 3-2-re, hogy aztán majd
ha jól láttam, igen, a szeptember 6-ai mérkőzés volt úgymond a visszavágó a márciusi első meccs után, akkor meg a hollandok adták vissza a pofont Németországnak, ugye akkor meg 4-2-re nyertek a hollandok idegenben, úgyhogy ezek parázs meccsek voltak. Igen, látványban nem maradtak le. Menjünk tovább a D csoportba, ahol Svájc, Dánia, Írország, Grúzia és Gibraltár sorrend alakult ki a 8 forduló után. Ugye itt is hasonló volt a helyzet a svájciakkal, akik szintén részt vettek azon a Nemzetek Ligája 4-es tornán még júniusban, és ennek köszönhetően kihagytak egy-két meccset, és sokáig úgy tűnt, hogy az írek, illetve a dánok fognak kijutni, de aztán helyre zökkent itt is a dolog, a svájciak hozták a kötelezőket, és aztán ők végeztek a csoport élén. 5 győzelmük, 2 döntetlenjük és 1 vereségük, illetve 17 összegyűjtött ponttal megnyerték a D csoportot. És ez egy elég kiegyensúlyozó csoport volt olyan szempontból, tehát azért nagyjából egy játékerő képvisel ez a 3 válogatott, hogyha úgy belegondol szerintem, Svájc, Dánia és Írország, szóval eléggé masszív 3-as volt ez. Bár ugye azt mondtad, ugye, hogy először még úgy tűnt, hogy Dánia és Írország fog kijutni, erről végül az írek csúsztak le, úgymond egyenes ági kijutást tekintve, tehát majd nekik is pótselejtezniük kell márciusban, hogyha úgy lesz. És a másik az nekem nagyon furcsa az írek szempontjából, hogy rohadtul kevés gólt rúgtak. Igen, és azt hiszem még a norvégok állnak úgy a olyan csapatok tekintetében, akik nem jutottak ki, hogy egy vereséget könyvelhettek el, és amellett, hogy az írek nem rúgtak sok gólt, nem is kaptak sok gólt, de ez azért megbosszulja magát. Hát ez illetve az. Illetve az még érdekesség, hogy Dánia második helyével, szóval hogy az úgy lett második, hogy nem kapott ki egy meccset sem. Igen, csak sokat döntetlen. Igen, biztosra mentek mindenképpen a dánok. Tehát Dánia is végül összejött. 4-4 döntetlent játszott egyébként. Igen, szóval végül összejött, szerintem nem az volt a céljuk, hogy megnyerjék a csoportot, hanem hogy kijussanak. Az a március 26-ai Svájc elleni 3-3-uk volt szerintem az, ami az nagyon kemény volt az a mérkőzés. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos pont volt Svájcból. Mármint a pontot hozni, úgy érted? Hát igen, főleg úgy, hogy a 76. percben még a svájciak 3-0-ra vezettek, tehát semmi nem mutatott arra, hogy itt Dánia nemhogy pontot szerez, de hogy bármit is csinálhat. Aztán a 84. percben szépítettek Jörgensen révén, aztán a 88. percben lett 3-2, és a 93. percben jött az a kiegyenlítő gól, úgyhogy az szerintem ott nagyon megdobta a csapatot, és szerintem ott dölt el, hogy na, mi kimegyünk, azt hiszem, a jövő évi EB-re. Hát igen, ez van. És akkor ugye ott még 2 csapat is, ugye Grúzia és Gibraltár, akik hát részben, bár inkább Gibraltár vonatkozik ez, vagy érvényes az, hogy pofozógép szerepkört játszott, ugye minden 8 meccsit elvesztett a gibraltári válogatott, hát és 0 pont a vizet. Viszont ott van Grúzia, akik képesek voltak bekavarni azért egy döntetlen a nagyoknak. Tehát ugye Írországgal döntetlent játszottak 0-0-át, a dánokkal 0-0-át is játszottak, ugye. Tehát, hogy például az íreknek pont ez fáj szerintem a legjobban, hogy ez a hát Grúzia elleni döntetlen. Hát igen. Mert az a 2 pont az még sokat érhetett volna, vagy ne tudja, mert még úgyis csak 15 pontjuk van. Minden esetre szerintem Gibraltárnak már az óriási teljesítmény, hogy rúgtak 3 gólt. Abszolút. Ilyen ellenfeleknek. Szóval akkor Svájc, Dánia és Írország az első 3-as, ugye ebből Svájc és Dánia egyenes úton kint van az Európa-bajnokságon, és az írekre is majd egyébként még várnak mérkőzések márciusban. Nos, akkor következzen az E-csoport, hogy haladjunk kicsit akkor tovább. Ez ugye az E-csoport több szempontból is fontos, hát számunkra a legfontosabb volt. Melyik a többi szempont? Hát nem tudom, csak úgy mondtam, jól hangzott. Na jó, tehát hogy fontos számunkra ez a csoport, illetve fontos volt ez a csoport számunkra. Hát az egyetlen negyedik kalapos csapat volt ugye a magyar válogatott, akik az utolsó játéknap előtt második helyen, vagyis még továbbjutó helyen várták az utolsó meccsüket.
Cardiffban volt utolsó mérkőzés, ugye Wales ellen, és a másik mérkőzés, amit játszottak, az pedig a szlovákia Azerbajdzsán volt. A horvátok már biztos továbbítók voltak a csoportból. Első helyzetként ugye 17 ponttal. A kérdés az volt, hogy képes lesz-e megverni a magyar válogatott Wales-t idegenben. És hogyha sikerült volna, akkor meg lett volna a második helyezés, ugyanúgy, ahogy álltak ugye az utolsó játéknap előtt a csapatok. Hát nem jött össze. Nem jött össze, és hogyha így végigpörgetjük a csoportok végeredményét, talán ez volt az egyetlen olyan csoport, ahol az utolsó játéknapon bárki tovább juthatott és kieshetett. Mondjuk a horvátok is ugyebár az utolsó előtti játék napon vált számukra is biztossá, hogy kijutnak, tehát azért ők is megizzadtak ebben a csoportban, illetve ugyebár visszatérve a magyarokra, azért ők sokkal jobban kezdték az egész selejtező sorozatot, és a végén eresztettek le, és ennek köszönhetik a negyedik helyet, de azt ne felejtsük el, hogy a Velsziek, akik tovább jutottak, ők két ponttal szereztek csak többet, és bár ugye sokan sajnálják ezt a Velszi vereséget. Én úgy gondolom, aztán majd cáfolj meg, vagy érts velem egyet, hogy igazából a szlovákok elleni két meccsen ment el az a továbbjutás. Igen, de ezt egyébként még már beszéltük is úgymond magánúton korábban, hogy ha csak egy döntetlen összejött volna a szlovákok ellen, vagy ott, vagy itt, tehát hogy vagy a hazai, vagy az idegenbeli meccsen, már az elég lett volna. Hát tulajdonképpen ugye Azerbajdzsánt oda-vissza megvertük, és igazából hazai pályán megvertük a horvátokat és Velszt, és ebből kifolyólag meg kellett volna verni a szlovákokat is legalább hazai pályán. És akkor 15 ponttal simán kin vagyunk. Így van. Na hát ez nem így alakult, ugye, és azt meg tudjuk is, hogy hogy az esélyek azért még megmaradtak a magyar válogatott számára is, mint ahogy más válogatottak kapcsán is mondtuk már ezt. Szóval lesz majd olyan, hogy ugye mondjuk ez az adás pénteken megy le, vagy kerül föl, és azon a napon, tehát hogy pénteki napon sorsolnak majd, lesz egy sorsolás a pót selejtezőkre vonatkozólag a playoff körre, ami ugye márciusban esedékes, vagy akkor lesz esedékes majd. Tehát mindenképpen a magyar válogatott ugye, azt hiszem, hogyha jól láttam, akkor 4 csapat közül kap majd ellenfelet. Ezek pedig ugye Skócia, Izland, Izrael és Bulgária lehetnek. Viszont mindenképpen idegenben lesz az a mérkőzés ezen csapatok valamelyike ellen, és azt tudjuk viszont, hogy mondjuk a magyar válogatottnak az idegenbeli szereplései meg nem igazán acélosak utóbbi években, legalábbis biztosan nem. Hát igen, ez látszódik a csoport végeredményén is, hogy ugyebár egyedül Azerbajdzsán sikerült idegenben legyőzni. Viszont hát igen, ez nem tudom, hogy mennyibe fogja majd befolyásolni a pótselejtező kimenetelét, de kíváncsian várjuk az ellenfelet. Hát igen. No, meglátjuk, hogy ki lesz az ellenfél. Hát esély mindenképpen ugye megmaradt, tehát azért bizakodni lehet, illetve szurkolni továbbra is kell majd a csapatnak. Az viszont mindenképpen, amit el kell mondanunk, ugye, hogy említettük ugye Harry Kane-t 12 góllal, vagy Cristiano Ronaldo-t 11 góljával a sorozat végén, mint teljesítményt, hogy azért egy centernek, mint Szalai Ádám szerintem illene egy gólnál többet rúgni a 8 mérkőzésen, és mindegyik mérkőzésen pályára lépett. Igen, és arra én is felfigyeltem, hogy a védők rúgták a legtöbb gólt a magyar válogatottban. Hát, igen, a védők, Willi Orbán ez a középpályások, igen. Tehát még a szélsők sem, tehát Dudzsák sem talált be az egész 8 meccs alatt, pedig minden meccsen pályára lépett, Szalai egyszer talált be. Igen, tehát, és 8 meccs alatt 8 gólt rúgtunk, ami... Igen, ami kevés azért ilyen szempontból. Így van, így van. No. Nem is tudom, hogy van-e olyan csapat, aki kijutott és ilyen kevés gólt rúgott, tehát sőt, szerintem már megelőzöm a böngészésemet, hogy nincs. De akkor, igen, erről majd szerintem még fogunk beszélni, főleg a sorsolás kapcsán, de akkor menjünk tovább az F csoporthoz. Ba. I got to move.
F csoport, ez a te csoport is lehetne igazából, hogyha lehet így fogalmazni. Nem azért, mert ott vannak a románok, hanem a svédek, olyan svédek, a spanyolok miatt akartam ezt mondani. Igen, ez az első olyan csoport, ahol már hatan vannak, és innentől kezdve csak hatos csoportok lesznek. Itt is ez mondhatjuk... Ez egy jó csoport volt. Igen, mondjuk a spanyolokat leszámítva volt itt három olyan válogatott, amely hát a végén nem, de úgy első ránézésre mondhattuk azt, és mondtuk is azt, hogy azért körülbelül hasonló erőt képvisel, de aztán így a selejtező sorozat végére azért így kialakultak az erőviszonyok, és szerintem hűen tükrözi a csoport végeredménye a jelenlegi erőt, amit képviselnek ezek a csapatok. Abszolút, hát még Svédország közelebb áll, mondjuk Spanyolországhoz játékerőben, de azért még így is messzebb áll. Norvégia közelebb áll Svédországhoz játékerőben, de még így is mögötte van valamilyen szinten. Románia pedig ugye hát Norvégia mögött áll játékerőben, és pozícióban is így alakult egyébként. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha első ránéztünk volna a tabellára, még a legelején, én az első kettő helyzetben talán mondtam volna, hogy biztos vagyok, a harmadik és negyedik helyzet pedig az lett volna, hogy olyan esetleg, hogy akkor na, talán a románok a harmadik helyet elkapják, de azt szerintem valahogy valljuk be, ugyanúgy reálisoknak kell lenni, mint a magyar válogatottak kapcsolatban, hogy ez a román válogatott sem egy ütőképesebb csapat annál, mint amennyit itt elért lényegében. Tehát ez is a realitás, ami így, itt így alakult szerintem. Így van, rengeteg fiatal került mostanában be a nagy csapatba is, úgyhogy a román válogatott még ilyen átmeneti időszakon van. Szerintem jó úton haladnak, de úgy gondolom, hogy ezzel a mostani kerettel, játékkal meg kell elégedjenek ezzel a negyedik helyel, illetve ugye mind a norvég, mind a román csapat küzdeni fog majd ugyancsak a playoffban, mint ahogy a mieink is. Pontosan, de ott is még azért a várakozás olyan szempontból, ugye a sorsolást említettük már, tehát beosztják majd a csapatokat, leosztás lesz igazából a különféle hát úgymond ligákban, nem ligákban, hanem hát csoportokban lényegében. Ezekről talán még kicsit majd beszélgetünk később. Szóval igen, tehát a spanyolok is rúgtak azért 31 gólt, csak 5-öt kaptak, vereségük ugye nem volt, úgyhogy ez is egy 30-as fölötti rugott gólszámot jelent, ugye más csoportokban láttuk ezt a számot korábban, vagy hasonlót. Svédek is azért eléggé szépen produkáltak, 23 gólt utak is csak 9-et kaptak, ez is egy remek teljesítmény ilyen szempontból. A többieké az már kicsit visszábesik igazából, de még a norvégok is szerintem figyelemre méltó 19-et rúgtak, és 11-et kaptak ugyan, de abszolút reális az ő játékerőket nézve ez a gólarány. Ami még itt furcsa talán, vagyis hát általában nem is furcsa, az előző csoportban volt az furcsa, hogy igazából ott a továbbjutást jelentő helyek között egy-egy pont volt a különbség. Tehát az a szoros eredmény itt már nem volt annyira szoros ebben a csoportban. Azért 4 pont volt a svédek és a norvégok között a végére, és 3 pont volt ugye a norvég és a román válogatott között. És akkor ott volt még a Feröer-szigetek csapata 3 pont, illetve Málta 3 pont a végzett szintén. Igen, én is meg akartam őket említeni zárásképpen. Hát kölcsönösen megverték egymást, ugye innen van a 3-3 pont. Ezt is nagyon szépen szimmetrikusan leosztották egymás között, és talán ennyi is volt az ő szerepük ebben a csoportban. És akkor menjünk tovább a G csoportba, ami elég érdekes csoport lett szintén. Igen, mert ez is egy eléggé kiegyensúlyozott csoportnak tűnt, és itt, illetve az is lett a végére. Bár a lettek utolsók lettek, de mindegy. És igen, még mielőtt belemennénk a csapatoknak a teljesítményébe, itt van az a fiatalember ebben a csoportban, Izrael válogatottjában, meg is mondom a nevét, ha megtalálom hirtelenjében, aki szintén 11 gólt rúgott 10 mérkőzésen, ami igazán figyelemre méltó ahhoz képest, hogy mondjuk a csapata pedig milyen helyezést ért el a végén. Ő pedig és 16-ot rúgtak összesen. Igen, ő Eran Zahavi egyébként, aki ilyen félelmetes formában játszott, és 11 gólt szerzett, ugyanébb, mint hiszen Ronaldo, ugye, mint mondtuk már korábban. Úgyhogy ez egy pazar teljesen ettől a sásztól, ettől a focistától.
Úgyhogy, de ez mégiscsak az ötödik helyre volt elég ebben a nagyon szoros csoportban. És posztja szerint ő amúgy középpályás, de ezek szerint meg támadó jobb. Középpályás. És az a furcsa, hogy nem találom, hogy hol játszik. Fú, azt én sem láttam, nem tudom pedig konkrétan. Most itt rákattintottam a profiljára, de csak a klubját nem írja, azt is írja, hogy hány kiló, meg milyen magas. Minden esetre ugyebár ebbe a G-jelzésű hatosba a lengyelek torony magasan kiemelkedtek teljesítmény szempontjából, így névre nem tudtam volna egyik csapatot se kiemelni, mármint mondjuk Ausztria és Lengyelország közül, hogy most ki fogja nyerni a csoportod. Minden esetre az osztrákoknál történt egy elég komolynak mondható forma romlás a legutóbbi kvalifikáció óta, mert hogy eléggé meg kellett küzdeniük ezért a második helyért. Igen, és nagyon, nagyon szoros is volt, tehát mondjuk jó a végére itt azért már elhúzott az első két csapat, úgymond pontszámban, de igazából a második helyzet Ausztria kapott ki Izrael többet a 4-2-re, vagy játszott más olyan, vagy hát mondjuk igen, 1-0-re kaptak, amíg az első meccsen hazai pályán Lengyelországtól. Tehát, hogy nem volt olyan egyértelmű ez, mert csak 1-0-re verték mondjuk Szlovéniát, tehát nem mindegy. Hát megkikaptak Lettországtól, ugye az zárónak. Megkikaptak Lettországtól, így van. Tehát, hogy jó, akkor mondjuk már nem volt tétje, tehát akkor már megvan a kvalitás. Jó, csak tudod, van egy ilyen presztízs nevű valami, tehát azért igen, az. És három vereséggel lett 19 pontjuk, és jutottak másodikként ki az EB-re. Tehát ez sem semmi. Igen, az osztrákok után következő három csapat szépen körbeverte egymást, és talán ennek is köszönheti Ausztria, hogy ahogy Lóri mondta, végül simán kijutottak a második helyen három vereség ellenére is. Ugye Észak-Macedóniára hívnám fel a figyelmet, mert hogy a névváltoztatás úgy látszik, hogy labdarúgást okoz. Sikerült 14 pontot összeszerezzenek itt a 10 meccs alatt, ami mondjuk nem olyan nagyon sok, de figyelembe véve, hogy Macedóniáról beszélünk, azért az nem rossz. És akkor ott van Szlovénia, akiknél szintén egy picit elromlott a labdarúgás az elmúlt jó néhány kvalifikációs sorozat alatt, és Izrael is csak 11 pontot szerzett, mondom a csakot, hogy itt azért így egybevonjuk ezt a három csapatot, de azért így utólag nézve kevés lett az a 11 pont, illetve ötödik helyre elég, de én inkább azt emelném ki, hogy ilyen nagyon homogén lett ez a három csapat között, ez a 14-14-11 pont különbség, vagy összegyűjtött hát pont. Nagyon-nagyon-nagyon szoros, igen, nagyon szoros az a zóna ott. Ha már mondtad ugye a név változásnak a pozitív hatásait, akkor lehet, hogy már csak poénként lehet, hogy egy nagy Románia vagy egy nagy Magyarország is változtatna? Nem tudom. Ebbe szerintem most nem menjünk bele. Picit megleptek a lettek, akik, hát tudom, hogy nem egy acélos csapat, de azért, hogy ennyire, tehát tényleg az utolsó játéknapon gyűjtötték be az összes három pontjukat, 9 meccsig tényleg statisztáltak tulajdonképpen. Hát igen, pedig ugye mikor is? Hát, 2004-es EB-k itt is voltak. Az EB-n, hát az már rég volt, igen. Hát az már azóta már egy generáció kinőtte magát, ott is kijátszotta magát a fociból. Jó, hát szerintem akkor menjünk tovább a H-csoportba, ha benne vagy. A H-csoportot illetően ugye szintén volt egy olyan, hogy mondjuk az első helyzetet tutira biztosan gondoltunk, hogy ki lesz, az is lett, ugye a franciák nyerték meg a csoportot, 25 pont, bár egyszer kikaptak ugye a törököktől, de hát egyszer nem tudom, hogy mint a vicceltünk volna azzal, hogy a galkakas és a pulyka története, vagy ami hasonló volt. Igen, és még van ott egy albán sárkány is. Úgyhogy. És van egy albán sárkány, meg van egy izlandi valami. Ott is van valami. Legyen állat. Az is sárkány.
a sárkányok, a pulykák meg a kakasok ellen vitézkedtek, de annak is egyébként valami állat van a címerében, csak már nem tudom pontosan, mi talán ott is van ott több is, mitológiai. Van ott több is, illetve Moldvának is van a címerében állat, úgyhogy ez egy ilyen állatos csoport. Na ez a mesés állatok csoportja akkor más néven. Na de egy kicsit komolyra terelve a szót, ugye hát az első helyzet az biztos volt, hogy Franciaország lesz, szerintem hát mindenki gondolta, hogy úgy lesz, és inkább a kérdés az volt, hogy Törökország és Izland között hogyan dől ez a háború, ez a csata, amit végül a törökök nyertek meg. Igen, és itt is felhívnám a figyelmet, ugyanúgy, mint az ukránoknál, akik csoportgyőztesek voltak. Már a törökök nem nyerték meg a csoportot, de úgy gondolom, hogy ők is abban a cipőben járnak, hogy nem azért, vagy nem úgy kezdték meg ezt a sorozatot. Minden esetre 3 gólt kaptak a 10 meccs alatt, ami komoly fegyvertény a török focinál, úgy látszik, hogy kevés gólt sikerül betuszkolni abba a török kapuba, és ugyebár, ha jól nézem, itt az pont a Izland kétszer is bevette a török kaput, illetve na most pont nem találom, illetve a franciák ugyebár. Tehát tulajdonképpen 2 mérkőzés alatt kapták azt a 3 gólt, úgyhogy ez azért elég komoly dolog. Ez komoly fegyvertény, főleg olyan szempontból, hogy amit eddig végigzongoráztunk, ugye most vagyunk a H csoportban, ugye végigzongoráztuk az A csoporttól kezdődően, tehát eddig ők kapták a legkevesebb gólt az egész mezőnyben, tehát 3 gólt, 10 mérkőzés alatt, ugye volt, aki kevesebb meccset játszott, ugye 8-at az ötös csoportokban, tehát hogy azért ez komoly fegyvertény ilyen szempontból, és főleg, hogy franciák és Izland is tudtuk azért, hogy képesek azért jó pozíciót játszani, betalálni. Úgyhogy a törökök és a belgák mondhatják igen, el magukról, igen, hogy csak 3 gólt kaptak. Igen, úgyhogy ezek komoly, de mondjuk a belgák esetében még talán érthetőbb mondani, így, tehát mondhatjuk. Úgyhogy ez komoly, komoly fegyvertény. Aztán meglátjuk, hogy mire lesz ez jó az EB-n majd, vagy kik milyen csoportba kerülnek, ugye? Ott majd akkor eldől, hogy mennyire erős ez a török válogatott, vagy mennyire nem. Így van, és az előző forduló, nem forduló, hanem csoporttal kapcsolatban azt nem mondtuk, hogy ez a 3 csapat, akiket így nagyon összeboronáltunk itt, meg összeboronálták ők magukat, ők velük is találkozhatunk még majd a selejtező sorozatban, mármint a pótselejtező sorozatban, illetve Izlanddal is. Izlanddal is, ami azért kemény falat lenne, lássuk be, sőt, és Izrael sem lenne egyszerű falat. Úgyhogy, hát, igen. Úgyhogy nem tudom, meglátjuk, milyen kilátások lesznek majd. Ez volt tehát a H csoport, és akkor az I csoportot térhetünk át, amit említette is a belgák csoportja, illetve hogy ők is csak 3 gólt kaptak. Hát itt ez meg ilyen papírforma. Hát az első ilyen gyaloggaloknak hívnám ezt, hogyha belga szemmel néznénk. Ugye itt van egy csapat, illetve az első csapat, de nem az egyetlen, amely mind a 10 mérkőzését megnyerte, és bár ők is már tehát fordulók óta kijutottak, azért komolyan vették a maradék mérkőzésüket is. Sőt, ők rúgták akkor a legtöbb gólt, ugye azt már beszéltük korábban, hogy megcsapatok rúgtak 30-30 fölött, a belgák 40 gólt rúgtak, tehát 4-es gól átlaguk van meccsenként, és ugye ők kaptak 3-ot, tehát hogy alig-alig kaptak 0,0, nem tudom, 3-at meccsenként, hogyha úgy osztod el, vagy nem tudom már pontosan ezt az arányt így be lőni konkrétan, te jobban tudod ezt szerintem, mint én. De hát mivel nem olaszok, létezik ilyen, nem menjünk bele, hogy jó, senki nem kap 0,3 gólt megy egy meccsen. Hát elosztva, na, elosztva. Jó, persze, igen. És ugye ott volt, tehát a kérdés inkább az volt, hogy mennyire képes mondjuk beleszólni a belga válogatott dolgában, mondjuk az orosz válogatott, illetve most már tudjuk semennyire. Semennyire, vagy a skótok esetleg képesek-e felnőni. Ugye a skót válogatott 24 éve vár arra, hogy ismét nagy találjusson ki, akár EB, akár VB-ről legyen szó. Hát ez most se jött össze, legalábbis egyenlőre. Igen, ők is a pótselejtezőbe folytatják. Skóciával kapcsolatban az jutott eszembe, mikor most megnéztem a csoportot, hogy legutoljára, amikor beszélgettünk a selejtezőkről, akkor ők az utolsó előtti helyen voltak. Éppen San Marinót sikerült megelőzzék, és Ciprus és Kazasztán is előttük volt. Aztán így a végére egy picit összeszedték magukat. Tulajdonképpen az oroszok is mondhatják magukról, hogy 100%-osak, egyedül a belgáktól kaptak ki oda-vissza, azon kívül az összes meccsüket megnyerték.
Igen, és azért ők is 30 fölött húztak gólokat, az is szép. Bár mondjuk na, a csoportot elnézve meg nem meglepő. Volt kinek rúgni, igen. Tehát volt kinek gólt rúgni. És tényleg mondjuk olyan csapatok is, ugye Skócia 16-ot rúgott, Ciprus 15 gólt rúgott, Kazasztán 13 gólt rúgott. Hát igen, és San Marino 51-et kapott. Tehát. Na ez az. De ők is rúgtak egyet. Azért. Hát rúgtak egyet, tehát mínusz 50-es csak a gólarányuk. Azt a mindenit. Milyen morál lehet szerinted a San Marino-i vállalatot? Jó, de azért gondolj arra, hogy ott azért tehát ott nem profik alkotják a válogatottat, tehát ott mindenki hobbiból teszi ez mindezt, régi, amit tesz. Régi, a tűzoltó, a postás, meg a rendőr, igen. Meg a nem tudom mi. Igen. Hát ez van. Gyorsan itt most keresgéltem, míg mondtam az előző mondatot, hogy kinek rúgta San Marino azt az egy gólt, mert azért szerintem az egy gól az pont ezért ordibál, hogy kinek sikerült ezt. Elmondom, Kazaksztának hazai pályán. Bár kikaptak 3-1-re a San Marinoiak, de azért az egy gól az... Na, ki rúgta? Hú, jó. Most már eltekertem, de... Nem baj. Majd legközelebb megmondjuk. Vagy aki tudja, írja meg kommentben. Most mondom meg, mert el fogom felejteni, és óriási értékvesztése lesz ennek a műsornak, hogyha nem hangzik el, hogy Bernardi mégpedig a 77. percben szépített a kazak csapat ellen, amely már ebben a percben már 3-0-ra vezetett. Lehet, hogy nem tévedek abban, hogy ebben a csoportban van az a válogatott is, amelyik a legtöbbet rúgta, és az is, amelyiket a legkevesebb akkor, a gólt tekintve? Hát azt hiszem, törökökkel holt versenybe, de rugott gól szempontjából. Hát rugott gól is. A legnagyobb gól különbség nekik van. És nem, akkor rosszul fogalmaztam, bocsánat, hogy ebben a csoportban van az a csapat is, amelyik a legtöbbet rúgta, és amelyik a legkevesebbet az egész mezőnyből. Ja, úgy igen. Igen. Ezt de hát ez nagyjából logikailag így is kell legyen. És majdnem összejött egyébként a J csoportban is egy hasonló, úgymond ilyen kontraszt, hiszen ott az olaszok 37 gólt rúgtak, Liechtenstein pedig 2-t. Tehát, hogy azért majdnem ott vannak. J-csoport ugye akkor. Hát Olaszország, Finnország, Görögország, Örökményország, Liechtenstein, Bosznia-Herceg-Bosznia vannak ebbe a csoportba. Ami szerintem egyfajta olyan negatív meglepetés volt, az a bosnyákok teljesítménye, akik uh-huh. azért korábbi években azért jól játszottak. Ugye volt igen, és ha jól emlékszem, miután összeállították ezeket a csoportokat, és beszéltünk, te őket mondtad az olaszok után tovább jutónak. Igen. Akkor jól emlékszem. Volna. Azt hiszem, őket satszoltam volna. Hát mondjuk úgymond harcolva a másik kettő, úgymond nagyjából hasonló kaliberű csapattal, de igen, tehát ugye a finnek és a görögök lettek volna még ilyen nagyjából ebben a hármas fogadban, a bosnyákok mellett, és akkor mondjuk hármójuk közül őket satszoltam volna, mondjuk, hogy második helyen végeznek az olaszok mögött. Hát itt meg azért akkor meglepetés jött ebbe a csoportba össze. Ugye igen, és... amire itt felhívnám a figyelmet, az az örmény válogatott, amely utolsó előtti lett a csoportba, viszont fociztak, tehát az, hogy Liechtensteint megverték, az na jó, hát Liechtensteint mindenki megverte, de például sikerült bezsebelni egy görögországi 3-2-es győzelmet, és az olaszok is komolyan megizzadtak már, ha beszélhetünk ilyesmiről Örményországba, illetve ugyancsak hazai pályán sikerült a bosnyákokat 4-2-re legyőzzék, bár a többi meccsüket elvesztették, ugyanis a 10-ből 6-ot, de van ott valami ott Örményországban, amiből lehet csapatot csinálni, én úgy látom. Igen, és nem csak úgymond a legnagyobb sztárról van szó, a mostani legnagyobb sztárjukról, ugye Mkhitaryanról, hanem tehát egy ember nem csinál ugye nyarat. Igen, vannak ott még egy pár fecskesen. Érzékenyek a labdarúgás igen. szempontjából. Igen, és mondjuk ahhoz képest, tehát, hogy ötödik helyezett és 10 pont lett a végeredménye, hát az nem sokkal kevesebb, mint mondjuk a mi csoportunkban lévő csapatoknak a pontszámai, ugye? Vagy akár más csoportokban. Bár ugye mondjuk ők több meccset játszottak. Igen, nyilván, többen de akkor is.
Igen. Tehát ugye a végeredmény az ugye Olaszország első helyezett, ugyanúgy minden meccsüket megnyerték, mint a belgák, tehát 10 győzelem áll mellettük, 37-4-es gólarány, 30 pont, ugye, és akkor a finnek lettek a másodikok, azért 12 ponttal lemaradva, azért az kemény. Tehát, hogy azért megvan a különbség. Igen, és ugye láttuk a finneket, akik a Nemzetek Ligájába is megnyerték, ugye bár épp a magyarokkal voltak egy csoportba, meg a görögökkel, hozzáteszem. Tehát ők szintet lépnek majd, vagy léptek már a Nemzetek Ligájába, úgyhogy Finnországba is elkezdődött valami, úgy látszik. Minden esetre, ja, amúgy ennyi csoport van, úgyhogy ennyi, ezt befejeztük. Annyit lehet tudni, én találtam itt egy cikket, ami nagyon szépen összegzi a kialakult helyzetet, ugyanis nyilvánossá tették, ugyebár Lóri mondta, hogy az adás az majd pénteken elérhető, és rá néhány percre lesz a sorsolás, az Európa-bajnoki sorsolás, ugyanis a kalapok azok megvannak, és vannak azért itt érdekes dolgok. Vannak, ugye azt már mondtuk, hogy holnap, tehát igen, azt hiszem az is holnap dől el, hogy kivel fogunk, vagy igen, kivel lehet majd a pótselejtező párosításunk. Már egyébként ott vannak megpárosítások, tehát ilyenek lesznek már meccsenként, ugye ezek azt hiszem mint márciusban lesznek szintén, hogy Bosznia-Hercegovina, Észak-Írország, illetve Szlovákia-Írország összecsapás, lesz még Norvégia-Szerbia, Grúzia-Fehéroroszország, Észak-Macedónia-Koszovó, tehát ilyenek már lesznek, ha jól láttam, akkor ezek már stabil párharcok, ugye, ha nem tévedek, vagy javíts ki. Igen, igen, annyit mondjunk el, hogy lesz 4 liga tulajdonképpen. Hát lesz 4 liga, így van. Lesz ABCD liga, ez március 26-án rendezik az elődöntőket, ugyanis a 4 ligában lesz két-két meccs, amit Lóri az előbb felsorolt, összesen 8 elődöntő lesz, és ugye logikusan lesz 4 egymeccses döntő március 31-én, mindez jövőre természetesen, és ennek a 4 döntőnek a győztese egészíti ki azt ezt az előbb említett, illetve ismertetett 20 kijutott csapatot, és így alakul ki a 24-es mezőnye a 2020-as Európa-bajnokságnak. Hogy kicsit azért világosabb legyen, amennyire tudjuk mi is, úgymond világosabbá tenni, tehát mondjuk ott van ugye az A-liga, amelyben egyelőre csak Izland van ott, és emiatt fognak például a péntek napon ugye sorsolni, tehát ide még be fog kerülni 3 válogatott, közöttük bekerült ugye Magyarország is például. Így van. És akár lehet ellenfelünk Izland majd a playoff, vagy a pócsetezős kiírásban. Ide még 3 válogatott kell érkezzen a sorsolás által. A B-ligában ugye mindenki már megvan, ott vannak a bosnyákok, az északírek, a szlovákok és az írek is. A C-ligában még egy hely van, amelyik betöltetlen, az pedig ugye szintén lehet, mint Magyarország is. Abban az esetben, hogyha Magyarország a C-ligába kerül, akkor pedig Skócia lesz az ellenfél, és Skóciában lesz a mérkőzés is, mint ahogy az A-ligában Izlandra kell utazni, hogyha oda kerülnénk esetleg a sorsolás által. A D-ligában szintén megvan a 4 válogatott, tehát Grúzia, Fehéroroszország, Észak-Macedónia és Koszovó, és akkor ennyi igazából a leosztás, és akik bekerülnek, ugye ezt már mondtuk korábban, tehát Bulgáriáról van szó, Izraelről, Magyarországról és Romániáról, akiknek ugye a sorsolás által eldől a jövőjük lényegében a márciusi kiírásra nézve. Úgyhogy ezen belül még viszont kaphatjuk ugye Izraelt is, ha tegyük fel az A-ligába kerülünk be, igen. Ugye 3 hely vár még betöltésre, illetve Bulgáriába is összekerülhetünk még. Igen, azért úgy gondolom, hogy mindenképpen valamilyen szinten, most nem a magyar válogatottból kiindulva, hanem úgy globálisan úgy gondolom, hogy gyengébb ellenfeleket kaphatunk, mondjuk az izlandit kivéve, mint akikkel egy csoportban. Igen. Vagy mint akikkel egy csoportban voltunk, tehát úgy gondolom, hogy Walesnél, illetve Szlovákiánál talán gyengébb egy Izrael vagy egy Bulgária. Mit szólsz hozzá?
Lehetséges, igen. De ez egy mérkőzésen eldőlhet akár, hát hogy ki milyen napot fog ki. Tehát nem mernék fogadni. Én sem. Illetve azt még el kell mondanunk, ugye, hogy itt a ligáknak a beosztása szerint ugye, tehát elsőlegesen egy mérkőzésre válogatottakra, onnan ugye tovább jutnak, akit ugye egy meccsen kivernek, tehát legyőznek, és aztán pedig vár még egy mérkőzés a csapatra, még egy pótselejtező, és aztán juthat ki az EB-re, ugye? Így van, hát tulajdonképpen ugyancsak két meccset kell játszani, mint a régi szisztémában, amikor egy oda-vissza mérkőzésen dőlt el a továbbjutás. Annyit el szeretnék még mondani itt a vége fele, hogy azt is meghatározták, hogy majd a sorsolásra milyen kalapokba kerültek a csapatok, és egyáltalán szóval totálisan csak a selejtezőbeli teljesítmény alapján osztották be a kalapokat. Így az első kalapban Belgium, Olaszország, Anglia, Németország, Spanyolország és Ukrajna került, tehát igazából a legjobb csapatok, tehát akik a legjobban teljesítettek a selejtezőbe. A kettes kalapban ott van Franciaország, így már rögtön lesz egy halálcsoport, Lengyelország, Svájc, Horvátország, Hollandia és Oroszország. Itt is azért vannak komoly nevek. A harmadik kalapban egyenlőre Portugália, Törökország, Dánia, Ausztria, Svédország és Csehország van, és a negyedik kalapban Wales és Finnország egyenlőre, és majd ide kerül az a négy csapat, amely március végén fogja kiharcolni a kijutást, és ami még érdekesség, mert ugye erről is beszéltünk, hogy ez lesz az első olyan Európa-bajnokság, amelyeknek nincs konkrétan házigazdája, ezért is vett részt minden ország a selejtezőbe. Ugye 12 város látja vendégül a kijutott csapatokat, és már ennek köszönhetően tudjuk azt, hogy az A csoportban Olaszország lesz az első kalapból kijutott, illetve résztvevő csapat. Az A csoportban a mérkőzéseket Rómában és Bakuban rendezik, ebből kifolyólag kerül ide Olaszország. A B csoport mérkőzései Koppenhága és Szentpétervár, mármint a helyszínei, ebből kifolyólag Dánia és Oroszország biztos egy csoportban van, várják majd a másik két ellenfelet. A C csoport küzdelmeinek Amsterdam és Bukarest ad otthont, ebből kifolyólag Hollandia már biztos résztvevője ennek a csoportnak, ha Románia kvalifikálja magát, akkor ők lesznek a hollandok ellenfelei. A D csoportban London és Glasgow a házigazda, így Anglia már itt van, és Skócia lesz még itt, hogyha kijut. Bilbao és Dublin az E csoport házigazdái, itt Spanyolország már ott van, illetve Írország, ha kijut. Az F csoportban pedig München és Budapest a házigazda, itt Németország mindenképpen ott van, illetve itt leszünk mi is a németekkel egy csoportba, hogyha kijutunk. Úgy legyen. Illetve még itt az alján, itt a leírásnak találtam egy érdekességet, és ez hát nekem mindig szomorú, mikor ilyeneket kell olvassak, hogy az UEFA szabályai szerint biztonsági okokból Oroszország és Ukrajna, Bosznia és Koszovó, valamint Szerbia és Koszovó biztosan nem kerülhet majd azonos csoportba, hogyha mindenki kvalifikálja magát. Így legyen. Vagy hát igen. Na hát ennyi lett mára, vagy ennyi lesz mára ez a sportadás. Remélem, hogy tájékoztattunk titeket, illetve mondtunk el olyan dolgokat, amik újdonságok voltak. Ugyebár, ahogy Lóri már említette, az adás, ha meghallgatod, vagy mikor felkerül, utána néhány percre, vagy néhány órára kerül sor majd erre a sorsolásra, amiről itt beszéltünk. Úgyhogy ez majd követel majd még egy podcastet, hogy ezeket majd ismertessük, úgyhogy jelentkezzünk még a témával mindenképpen. Úgy legyen. Akár egy áment is mondhatnál. Szóval megköszönjük szépen a mai figyelmet is nektek, ennyi lett volna mára tehát az értágító. Figyeljetek YouTube csatornánkat, illetve honlapunkat, Facebook oldalunkat, kövessetek be minket Instagramon, illetve Spotify-on is megtalálhatjátok az ilyen és ehhez hasonló podcastjeinket, úgyhogy nem marad más hátra, mint hogy azt mondjam, hogy sziasztok. Szevasztok.
Tekintélytágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon!